Zajlik a munka az egyik tolnai autóipari eszközöket gyártó vállalatnál. Ezeket a felvételeket októberben készítettük. Akkor a gyár munkaügyi vezetője elmondta, a tavaszi gazdasági leállást követően újra vannak megrendeléseik, és a korábban elküldött dolgozók egy részét is visszavették. Többek között ezt a céget látogatta meg Tolna polgármestere és alpolgármestere. Appelszoffel Ágnest és Berta Zoltánt az vezérelte, hogy tájékozódjanak a városban tevékenykedő vállalatok helyzetéről, jövőbeli terveiről. Úgy tűnik, hogy a megrendeléseik is afelé mennek, hogy a esetleg középtávon még fejleszteni is tudnak. Én azt gondolom, hogy ez nagyon megnyugtató. Részben azért is, mert a mi adóbevételeink azért nagyban függnek attól, hogy ezek a cégek hogy teljesítenek. Ez az egyik lába az aggódásunknak, a másik pedig az, hogy a tolnai munkavállalóknak lesz-e munkájuk, és azt tapasztaltuk, mondom kivétel nélkül, ezeknél nagy cégeknél, mindegyiknél, hogy jól teljesítettek a 2020-as évben is. A vezetőkkel a fejlesztési tervekről is beszéltek. Szóba került az is, hogy meghosszabbítják a Gém utcát a 6-os út felé. Így közelebb lenne a főútvonal a nagy cégekhez, és könnyebb lenne kijutni a városból. Még a tervezésnél még nem tartunk. Egyelőre azt mértük fel, hogy kik a tulajdonosok az érintett területeken, és hogy milyen módon tudnánk ezt megvalósítani. Utána jön a tervezés, aztán nyilván ezeket a földterületeket tulajdonba kell szerezni, és nyilván valamilyen forrást kell erre szereznünk. A kisebb vállalkozásokat is szeretné segíteni a városvezetés. Részükről az a kérés fogalmazódott meg, hogy az önkormányzat képviselje érdekeiket a közüzemi szolgáltatóknál, és segítsen kidolgozni egy közös koncepciót. Appelszoffer Ágnes azt mondja, ez nagy segítség lenne nekik, hiszen így nem egyenként kellene megkeresniük a szolgáltatókat. A polgármesteri hivatal munkatársai a napokban ezekből egy anyagot készítenek, amit a képviselőtestület elé terjesztenek. Ezt követően tudják a további lépéseket megtenni. Az azonban szinte biztos, hogy a városban folytatódnak a fejlesztések 2021-ben is.